Sziasztok, Vivi vagyok, és sok szeretettel üdvözöllek titeket a csatornámon. Ahogyan azt már megszokhattátok, mindig így a hónap elején szoktam megmondani nektek, hogy mi lesz a Vivi Olvasósarka Könyvklub következő havi közös könyve, úgyhogy ebben a videóban az augusztusi közös könyvről fogom lerántani a leplet. Egy olyan könyvet választottam, amivel már találkozhattatok a csatornán, nem is olyan régen, ugyanis a könyvheti beszerzéseimről szóló videóban meséltem nektek erről a könyvről először be őszintén, hogy egyáltalán nem volt könnyű kitalálni azt, hogy melyik könyvet válasszam be a könyvklubba augusztusi közös könyvként. Én szeretem már hónapokkal előre megtervezni, hogy melyik hónapra milyen típusú, milyen témájú, milyen jellegű könyvet szánok közös könyvnek, viszont az augusztusra egyáltalán semmilyen tippem, semmilyen tervem nem volt egészen nagyjából két-három héttel ezelőttig. Ugyanis akkor kitaláltam, hogy az augusztusi közös könyvnek Matthew Blake, Anna O. című könyvének kéne lennie. Um, Ahogyan mondtam, én ezt a könyvhéten szereztem be, hogyha láttátok azt a videót, akkor igazából már ezzel a könyvvel is találkozhattatok a csatornámon. Um, viszont én nem a könyvhéten találkoztam ezzel a könyvvel először, mert régóta szemezek ezzel a kötettel, ezzel a thrillerrel. Um, egyszer már majdnem megvettem angolul, de erről már meséltem nektek, Viszont így a könyvklub szempontjából is örülök neki, hogy inkább magyarul vettem meg ezt a könyvet, mert így fixen be tudom választani közös könyvnek a könyvklubba. Felolvasom a fülszövegét, hogy ti is tisztában legyetek vele, hogy miről is szól ez a történet. Mi mindenre lehetünk képesek, miközben alszunk. Anna Ogilvy, az ígéretes fiatal írón egy éjszaka álmában minden előzmény vagy indíték nélkül halára késel két embert, és azóta nem ébred fel. A bulvárlapokban csipkerózsikaként emlegetett Annánál egy ritka, pszichoszomatikus rendellenességet, rezignációs szindrómát diagnosztizálnak a neurológusok. Dr. Benedict Prince igazságügyi pszichológus az alvászavarral összefüggő gyilkosságok szakértője. Az ő módszerei jelentik az utolsó reményt, hogy megoldják a hírhet Anna O. ügyet, és felébrezzék a nőt, hogy bíróság elé állhasson. Miközben Anna az ébredés első jeleit mutatja, a férfinak meg kell állapítani, a mi történt valójában, és hogy annát felelősségre lehet-e vonni. Ahogy elkezdi Anna ó kezelését, tanulmányoz a páciense álmait, átfésüli az emlékeit, felkeresi a gyilkosságok helyszínét, sötét rejtély nyomaira bukkan. Anna felébresztése nem a történet vége, éppen ellenkezőleg, csak a kezdet. Um, én nagyon izgalmasnak és érdekesnek találom a fülszöveget, viszont ami miatt nekem ez a könyv felkeltette az érdeklődésemet, az itt belül a belső fülön található kis információ, ami így szól. Matthew Blake angol irodalmat hallgatott Deremben, illetve Oxfordban, majd kutatóként és beszédíróként dolgozott Westminsterben. Miután kiszámolta, hogy az átlagember 33 évet tölt alvással életében, körvonalazódni kezdett benne a történet, és belásta magát az alvással kapcsolatos büntények és az úgynevezett rezignációs szindróma irodalmába. Így született meg a regény, amelyet sokan az év legjobb trillerei közé sorolnak. Hát, nagyon kíváncsi vagyok, hogy én mit fogok ehhez a könyvhöz szólni, és arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit fogtok majd hozzászólni, feltéve, hogy augusztusban velem olvassátok majd. Szerintem nagyon izgalmasnak ígérkezik, aki szereti a trillereket, pszichotrillereket, azoknak valószínűleg ez a történet így fülszöveg alapján felkeltette az érteklődését, legalábbis nagy eséllyel felkelthette az érteklődését. Um, úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és remélem, hogy minél többen velem olvastok majd augusztusban. Mielőtt még lezárnám a videót, két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik csak egy kis emlékeztető, hogy a júliusi közös könyv az ugye C.J. Tudortól a Lányok a Mágján című kötet. Én még nem kezdtem el olvasni, de hamarosan bele fogok kezdeni, mert már nagyon-nagyon várom, hogy ezt a könyvet olvassam. Nagyon sok jót hallottam róla, úgyhogy ehhez nagyon sok reményt fűzök. A július hónap ugye azért is nagyon fontos, mert most ünnepli a könyvklub az első születésnapját, ugye tavaly júliusban indítottam útjára a a Olvasó Sosarka Könyvklubot, úgyhogy remélem, hogy sikerült egy olyan könyvet választanom, amivel jól meg tudjuk majd ünnepelni a Könyvklub első születésnapját. Az utolsó dolog, amit meg akartam említeni ebben a videóban, ez egy picit szomorúbb hír, legalábbis engem nagyon elkeserített. Mert hogyha emlékeztek, vagy esetleg láttátok azt a videómat, amiben a könyvfáti beszerzéseimet mutattam, akkor említettem, hogy az egyik kedves nézőmtől kaptam ajándékba három könyvet, ugyanis emlékezett rá, hogy mostanában lesz a születésnapom. Hát az a mostanában ma van, illetve nektek ma, amikor nézitek ezt a videót július 4-én. Azt terveztem, hogy ezen a napon e, fogom kitenni a csomagbontos videót, amiben e, kibontottam azokat a könyveket, amiket ajándékba kaptam, viszont valami történt azzal a videóval, nem tudom, hogy hogy történhetett, de amikor készültem, hogy megvágom a videót, akkor vettem észre, hogy valamiért csak az első nagyjából 5-6 percet vette fel a kamerám, és az összes többit elveszítettem, nem tudom, hogy hogyan, hova tűnt az éterben az a videó, de így nem tudom kitenni a csomagpontos videót, viszont szerettem volna mindenféleképpen megemlékezni arról, hogy kaptam olyan a három könyvet, úgyhogy ezeket most gyorsan megmutatnám nektek, hogy mi is volt ez a három könyv. Az egyik volt ezek közül, Sebastian Fox A Week in December című könyve. Ez még nem jelent meg magyar nyelven. A következő könyv nagy-nagy meglepetés volt számomra, ugyanis még egyáltalán nem hallottam róla. Ez CJ Sansom Dissolution című könyv, ami viszont már megjelent magyar nyelven ennek a címe kard által, és ez a Matthew Shardlake sorozatnak az első része. Ez egy nagyon érdekes történetnek ígérkezik, legalábbis a fülszöveg, illetve a mai címkék alapján én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon izgalmas lesz. Csak így megemlítem, hogy milyen címkék ezen a könyvön moipontu Van rajta ilyen, hogy anglikán egyház, katolikus egyház, gyilkosság, krimi, nyomozás, szerzetesség, történelmi krimi, Történelmi regény, tudorkor, vallásháború, szóval ez nagyon-nagyon izgalmasnak tűnik. Ez nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és érdekes módon egyáltalán soha nem is hallottam még erről a könyvről, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem. Viszont az a könyv, aminek a csomagból a legesleges -leges legjobban örültem, az Agatha Christie-től, a The Secret Adversary, ennek magyarul a Titkos Ellenfél a címe. Én nekem ez egy nagy komfortzónából való kilépés lesz, ami furcsán hangozhat, ugyanis szoktam angolul olvasni, viszont Agatha christie eddig még soha nem mertem angolul olvasni. Az összes könyv, ami meg magyarul van meg, az összes könyvét, amit eddig olvastam, magyarul olvastam, angolul eddig még soha nem mertem Agatha christie olvasni. Többször is szemeztem amúgy már az ő könyveivel, akárhányszor bemegyek a könyvesboltba, és megnézem az angol nyelvű részleget, tuti, hogy mindig megnézem az Egete Kriszti könyveket is, és mindig elgondolkozom azon, hogy talán végre itt az ideje, hogy megpróbálkozzak egy Egetek Krisztivel angolul, viszont eddig még nem volt hozzá merszem, de ez a könyv, ez most megadja nekem majd azt a löketet, hogy próbálkozzak végre Egetek Krisztivel angolul is. Nem tudom, hogy miért nem merek tőle angolul olvasni, valószínűleg azért, mert egy picit amúgy is tartok a klasszikus könyvektől, angol nyelven. Bárhogy is legyen, itt az ideje, hogy végre olvassak Krisztitől angolul. Még egyszer nagyon szépen köszönöm Gabinak ezeket a könyveket, nagyon-nagyon örültem neki, és köszönöm szépen, hogy így gondoltál a születésnapomra, meg hogy úgy egyáltalán emlékeztél rá, hogy mostanában lesz a születésnapom. Igazából ennyi lett volna már ez a videó, én nekem már csak egy kérdésem van hozzátok, még hozzá az, hogy hogy tetszik nektek az augusztusi választás, velem olvassátok el majd Matthew Blake, a no című könyvét augusztusban. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk a következőben, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!